Hamarosan döntenie kell azoknak a végzős középiskolásoknak és hallgatóknak, akik tovább szeretnének tanulni a szeptemberben induló felsőoktatási osztatlan alap- és mesterképzéseken vagy szakképzéseken. Február 15-éig lehet jelentkezni az e-felvételi felületen. A felvi.hu oldalon a felvételi tájékoztatóból lehet értesülni a fontos szabályokról. Visegrád és Esztergom is csatlakozott a rózsaszín fények éjszakájához. A Giro d'Italia 100 nap múlva rajtol, a Budapest-Visegrád nyitó szakasza Fellegvár mellett egy emelkedővel ér majd véget. Az idei mezőnybe közel 180 versenyző vesz részt. Az éles versenyen május 6-án Esztergom egyes részein is átbicikliznek majd. Kiállítás mutatja be Esztergom kertváros történetét a Féja Géza Közösségi Házban. A január 17-i megnyitón Koditek Pál helytörténeti előadását hallgatták a jelenlévők, a rendezvény az ETED Egyesület Fortal a rasszizmus és a szegregáció ellen című pályázatából valósult meg.